Itt is vagyunk, és megpróbáljuk befejezni a DLC-t. Ugye elvileg a DLC-ből ugye egy kötelező, illetve egy optional boss van, illetve ugye a main game-ből van még valamennyi. Hát igyekszem ma befejezni, csak az is egy kicsit hátráltat, hogy úgy kell ma kezdünk, hogy el kell mennünk farmolni. De van jó farmoló hely, szóval annyira nem vészes, csak hát heal kellene. Pillanat, csak töltök sört. Na. Úgy akkor egészségetekre. Na, hello Sheriff, szia-szia, üdvözöllek. Jó, ránézünk egy pillanatra, hogy van-e valami új Blood Gemünk, mert amúgy vettünk fel. Csak van olyan, ami esetleg érdekes. Szia, nem Ninja Yoda, hello, hello. Mi újság, hogy vagytok? Weapon durability. Lente veszi 60-nal. Mennyi amúgy a durability? Ezt biztos tudtam, hogy nem írja. A 250. Tehát a 250-ből levesz 60-at. Vizsgai időszak? Hát sok sikert kívánok a vizsgai időszakhoz. Már így előzetesen is. Sok vizsga lesz. Két vizsga az nem olyan vészes. Én emlékszem, nekem az agrárom volt olyan fél, hogy volt 15. Versus the King Down. Ezt is betesszük. Sheriff állam vizsga lesz. Már az M1-C is állam vizsga van. De gyorsan megy az idő, basszus. Két éves képzés másfél év alatt csináltad. Hát igen, ha erre van lehetőség, akkor az mindenképp érdemes. Jó. Itt damage reduction van, meg blood vial maximum. Okay. Jó, elmegyünk farmolni. Ja, a Sheriff speedrunolta a mesterképzést. Oké,
Hát, igen, alapvetően nem is emlékszem. Én záróvizsgáztattalak? Sheriff. Ott voltam az a záró, a BSC záróvizsgán. Már nem is emlékszem. A régen volt. Igen, oké. Nagyon összemosódnak már itt az évek meg az emlékek. De igen, rémlet, hogy nálam, hogy én ott voltam. Matekból Marci kérdezett. Hát igen, azért, mert abban a bizottságban csak Marci érti a matekot. Azért kérdezi ő. Sőt, hogyha rossz nagy akarok lenni, kb. Az egész karon ő érti egyedül a matekot. Lesz-e idén közönség, Tali? Hát nem beszéltünk róla. Egyébként lehet. Discordra mondjuk még kitehetem. Hát ez remek. Beadott egy frenzit. Mindegy, megyünk haza, jövünk még egyszer. Ez egyébként a farmolós hely. Látjátok, hogy pillanatok alatt majd 20 000 összejött. Lehet, hogy most be is rakom az izét a rúnát, amitől több blood echo-t kapunk. Úgyhogy berakhattam volna már. Oké, Sedit Adri, értem. Alapvetően meg tudjuk oldani, hogy legyen közönség találkozó. Mert elég sokat leszek ott a közelbe. Hát... Hogy is, hogy... Tehát 27-től... másodikáig leszek Debrecenben, vagy harmadikáig nagyjából. Tehát valami ilyesmi. Szóval, hát nem Debrecenben, mert részben közel Debrecenhez, meg Debrecenben. Szóval éppenséggel egy sörre összefuthatunk. Arra válaszoltok, hogy nektek mikor lesz, mikor lenne alkalmas. Hűha! Huszonnyolctól bármeddig. Oké. Gondolkodok. Talán még annyi, hogy 29-én van ilyen családi program. Raktam át a rúnát.
Jó, neked segít az rib. Jó, hát... Végig gondolom. Mondjuk ilyen... 28-a, 30-a talán. Hát 30-a biztos, csak mondjuk lehet, hogy akkor már inkább a késő délutáni órák. Bedobok egy szavazást a Discordra. Vagy csak így, hát nem szavazást, hanem megkérdezem. A szavazás az sose jó. Tehát leírom, hogy... Ugye a... Nektek mikor jó, nekem mikor jó. És pár ilyen dátumot megadok. Hát azért a vizsgára is készül, Serit Adri. Élvezzem prioritást, ha javasolhatom, de ez csak egy javaslat, tényleg. Mondom, még én is végig gondolom, mert... Meg én is még egyeztetek a családdal. Maradjunk annyiba. De szerintem... nyilván meg tudjuk oldani, tehát... A 31-én nem, meg elsőjén... De még akár másodika is jó lehet. Lesz ott szerintem 2-3-4 alkalom, amikor meg tudjuk oldani. Na, még egy kört megyünk, és aztán megyünk vissza. Na, halljak meg, jó. Eddig még jól haladok. Mondjuk az vigasztal, hogy egy ilyen körbe tudunk venni minimum 25 healt, 26-ot, 27-et, mikor hogy. Tehát igazából, ha elfogy, akkor csak egyszer kell jönni. Viszonylag hamar megvan. Igen, ilyenkor szoktam meghalni, miután kiírod. Ezek is dobnak healt, szóval körönként ilyen 30-35 heal azért be tud esni. Az igen. Az szép. Úgy majd a main game-be erre kell jönnünk.
akkor elmegyünk, megpróbáljuk itt a dolgokat. Csak megjavítjuk a fejszét. Ugye most lentebb vette a durability-t az egyik blood gem. Csak azt néztem, melyik armor van rajtunk, de a physical damage. Physical damage-es. Gondolkodok, hogy valamit tettünk-e még be, de szerintem semmit. Na mindegy. Próbálkozzunk. Ha, még itt van a szólom. Békén. Ja, a finom sör nagyon, nagyon citrusos íze van. Ez az utolsó ebből, van két másik. De ez másfajta. Majd, hogyha megyek újra tölteni, akkor kiírom, hogy az micsoda. Így van, a strapa palackos kőbányai, az az igazi. Vagy a dobozos meleg borsodi fesztiválon. Az még jó. Nem tartom kizártnak, hogy nem tudok szerezni kőbambit, ha akarnék. Szerintem elmennék a magyar boltba Twickenhambe, ott mondanám, lehet, hogy hoznának. Lehet, hogy irreálisan magas áron, de... Rumos sör.
Láttam olyat valahol, már most nem tudom nem megmondani, hogy hol, de... Ez fixen emlékszem, hogy láttam. Kubanisto. Könnyen lehet, hogy nem a tökéletes fegyvert használjuk ez a bosshoz. De ha ez van kifejlesztve, akkor most mit csináljak? Viszont lehet, hogy akkor nem kétkezes módon kéne használni, hanem egykezesen. Az a baj, hogy gyorsan kéne neki sok damage-et bevinni. 200 IQ-mi. Szóval... Az a baj, hogy nagyon gyors egyébként a boss, és kevés időnk van damage-et bevinni. Pillangót? Hát amúgy... Nem rossz ötlet. Nem bírtam követni, hogy most mi történt. Oké. Face. Kedvenc. Nem hátrafele kéne törzsörem előre.
legjobb pillanatban dobtam a molót, mi? Azt a kurva életbe. Hó. Hát olyan 160-as a pulzusom most. Az a baj, nincs rajtam óra. Megmérném. Azt a kurva élet... Bocsánat. Egy healing maradt. És csak elmondanám, hogy a boss ellen nem vesztettünk, szólt. Mekkora volt ez, te atya ég. Köszi. Visszajövünk ide. Csak még van egy másik boss, elmondanám. Fú, ettől a bosstól nagyon féltem, ettől a kóstól. Oh, good hunter. I can hear German sleeping. On any other night, he'd be restless. But on this night, he sounds so very calm. Perhaps something has eased his suffering. Ez is egy kis lore. Very well. Hogy German aggódott Kós miatt, vagy hát így voltak összetűzései Kóssal. Now shut your eyes. És tudunk lépni egy szintet.
Oké, na. Farewell, good May. Right. Nézzük meg a másik boszt. A tüzest, tüzet. Az mi is kellett? Az ugye fire damage-es, úgyhogy akkor fire damage reduction kéne. Blood vial oda is kell, és ide az impurity rune kell, hogy tudjunk summonolni. Ez aránylag fontos. Áttesszük a ruhát is. Nem is tudom, hogy a melyik a legjobb fire damage ellen. White Church Head. Old Hunter. Talán. Megnézzük. Vagy a Chaired. Chaired Hunter garb. Oké. Okay. Old Hunter is jó lenne. Még egy dolgot megcsinálunk előtte. Itt a DLC-be elvarrunk egy szálat. Ha még el tudjuk. A legnehezebb boss egyébként a DLC-be ez a kós. Meg majdnem az egész game-be egyébként. Nem dob semmit, ugye. Nem. Mondjuk 5000 szólt ez is ad. Az se rossz. Mindig csak lejövök ide, mert kezd idegesíteni. Most már nem fog invédelgetni. Jó. Na és akkor mehetünk a opcionális bosshoz. Opcionális bossmankhoz. És egyébként a legelső bosshoz volt egy közelebbi lámpa is. Ezt egy streamen kívül megnéztem. Úgyhogy erre jövünk. El is felejtettem, hogy merre jövünk, de igen, erre. Na,
Picit több a damage-ünk. Úgyhogy... Hát ha... Nem avatkozunk közbe. Tényleg Peri. Leperiztem, csak ő meg agyonvert. Na. Őszintén nem is emlékszem már a bossra. Tehát az első fáz az oké. Okay. Második fázben van... Oké, okay, jó. Mehetünk. Első... Oké, okay, jó, jó. Hol vagyok? Jó. Hűha. Oké. Second phase. Jó, hát ezzel nem lehet mit csinálni. Oké, okay, jó lesz. Oda kell figyelni. Én meg hozok egy sört.
Itt is vagyok. Jó lesz ez, jó lesz ez. Ez amikor így csapkod és jön felénk. Ezt nem tudom, hogy ez jobbra vagy balra kéne dodzsolni. Az biztos, hogy nem hátrafele kell. Meg nem odafele. Na mindegy. Na, ez egy másfajta sör, ez egy lager. Korev. Hú. Felfele dodzsoljak? Az is jó. Na, ez fixen egy lager, konkrétan úgy érzem magam, mint a München Sörfesztiválon. Hát lager. Fotó nincs. Most stream közben nem állok neki fotózni. Sajnálom. Amúgy nem néz ki jól az üvege, szóval annyi a lényeg, hogy konvalba készült ez a sör. Megláttam egy konval, na mondom, akkor nézzük meg. Nem igaz, hogy nem tudjuk leütni már a lábáról. Okay.
nagyon gyorsan elfogy a HP-nk, az a helyzet. De nem baj. Több sör kell? Az lehet. Lehet, hogy sört kéne önteni a fegyverre, nem tüzet rakni rá. Akkor nagyobbat sebezni. Like a boss. Oh. Maradékot ne hagyjuk itt. Amúgy azért vagyok bosszús egy kicsit, mert az a kolléga mindig túlél. Tehát tovább él a kolléga, mint én. Ami alapvetően valószínű arra utal, hogy türelmetlen vagyok. Picit türelmesebben kéne játszani. Csávó. Ez mindig csak annyit csinál, hogy ellői mögöttem egy skulót. Elnézést. Köszönöm. Hmm.
Weapon at risk. Hát ez remek. Ja, még mindig rajta van az a... Most kéne a statot megnézni. Ilyenkor haza tudunk menni. Az úgy nem lesz jó. Igen, ilyenkor jön a neheze, hogy... Meg kéne javítani. Hagyjuk egy kollégáj is dolgozzon? Kell a szól. Az kéne, csak kell hozzá szól. Talán ennyi. Hát... farmolunk még itt egy picit, és akkor elmegyünk, megjavítjuk.
Csak az a baj, hogy itt a second phase-ben a kolléga is nagyon hamar elfogy. Nyilván. Neki sok, sok damage-et kell, hát én... Az a baj, hogy ő nem visz be sok damage-et. Viszont elég jó tankos. Tehát, jó bírja. Amit el kell adnunk. Reméljük nem volt fontos. Jó, és ki is cseréljük. Hát mondjuk physical attack. Kell a physical attack. Hova megyek? Köszi Sedit, Adri. Az jó, hogy küldöd. Hát, hogy kéne egy kis extra damage, várjátok, már megnézem, hogy mi ellen gyenge. Mondjuk lehet, nem itt kéne. Bolt ellen. Lát. Bolt ellen gyenge. Bolt paper van. Mondtam, hogy van. Jó, hát akkor ezt... használni kéne. Lehet, hogy türelmesemnek kéne lennem. Az a helyzet, hogy nem azért halok meg, mert elfogy a hílem. Hanem mert... nagyon... ambíciózus vagyok. Meg kevés lesz egy? Hát... semminél több. Most egyet fölteszünk, az lecsipegeti. Kicsit jobban, hát... szerintem lehet kint venni. Még szólunk, az nem lesz.
Az igen, bevittem a charge-ot akkor, és ennyi. Igen, a kollégánál dereje szaggató, ajaja. Nem tudom, merre kéne kerülni a... ezt a crawling, tehát amikor így mászik felénk. Lehet, hogy írja a guide. Hagyjál. Hagyjál. Most tényleg nagyon hamar elfogyott a kolléga második fészbe, tehát így teljesen. Próbálunk egy másik taxót.
Hűha. De amúgy csapatja neki a kolléga is, csak... Atomból kell szurkolni? Nem sejtből. Hát igen. Táncóra, azaz. Jól jön egy kis... Oké. Okay.
volt off. Oké, balra kell. Fura volt itt a vége, de nálta mindegy. Hackeljük, hackeljük. Azt a crawlingeteket, azt most már szerintem tudom, hogy hogy kell. Ott be kell állni oda a bal oldalára. Ami neki a jobb oldalra. És akkor így körbe... körbe megy. Jó, jó, jó. Nincsen szólunk, Sheriff Adri. De szerintem meg lesz Bolt Paper nélkül is. Vagy hát... hát a fene se tudja, hogy meg lesz-e. De egyelőre... jól néz ki. Mindig megy ezzel valami vacakolás. Na.
Hát nem találom el. Volt-e? Benéztük. Nem baj. Most belenéztünk, előfordul. Szia, Nevermind, szép estét! Hát örülök, hogy jöttél. Örülök, hogy nem maradtál le. Sajnálom, hogy lemaradtál Kósról. Persze, hogy first try, hát... Okay.
jó. Akkor összeszedjük már, hogy kinek mikor jó a sörözés. Ugye ott nem Ninja Jedi-ink mondták, hogy 28 után. Nekem, kb. Nekem is. Hagyjál már békén, te fasz! Szóval kb. Nekem is ott hát 27-től lenne jó, de akkor 28. Egyedül a 29-e nem jó nekem alapvetően, meg hát ilyen 31 elsője az olyan, hogy hát a fene se tudja. Igen, jó, 28, 30, meg 2. Hát igen, jaj. Ez a 3 nap. Nevermind, te emlékszel, hogy Soros meddig van? Viszonylag hamar jön, megy vissza. Tehát valami ilyen viszonylag korai dátumot írt, ilyen 29 vagy ilyesmi.
föl se tudok kelni. Föl se tudok kelni. Jó, akkor ezt a charge-eteket itt nem erőltetjük. Szerintem fast-etekkel csipegetjük és kész. Komolyan mondom, nagyobb nehézségbe ütközök, mint kóssal. Az is szívás volt. Ezekkel a lőrincekkel csak a baj van. Hát... most mit mondjak? Weapon at risk. Köszi a cheer-cherit, Adri, köszönöm. Nem tudom, mi van most, de komolyan.
be lehet futni, csak az a baj, hogy ha lehívom a Summon-t, akkor a Summon az vele fog foglalkozni. Tehát ott van közvetlen a bejáratnál a Summon. Az első 50 próbálkozásnál simán elfutottam itt, meg bejutottam minden komolyabb nehézség nélkül. Látod, ott van rögtön mögött a... Tehát kell a harmadik sör lassan. És még nem vagyunk az endgame-nél, érted? Még van egy jó pár boss azért. Na, gyere Walter. Így van, ennyi kell. Tehát ennyire egyszerű bejutni a bosshoz. Miért ilyen kicsi a... Nem javítottunk már a fegyvel. Olyan kicsi számokat látok. Nem értettem, hogy miért, de... Durability. Akartam hílelni.
Okay, never mind. Ez 28 dél. Kell szól. Huszonnyolc dél. Jónak tűnik. Hajlandó. Oké, nem erre kell jönni. Semmi baj. Nincs erre. Hát én érdek a mappon bassza. Összetörte a vázaimat, köcsög. Okay. Na, megjavítjuk a fegyót. Nem tudom, mit tehetnénk még rá. Szerintem bold damage-es cucc nincsen. Vagy van? Tegyük ezt át. Áttesszük ezt, megnézzük. Próbáljuk. Bolt papert nem tudunk venni, mert nincs szólunk. Mondjuk insightért tudnánk szerintem, de ezt most nem nagyon akarnék még költeni. Mondjuk van. Sét Adri, hogy van az, hogy te mindig akkor kérdezed le a csatorna pontjaidat, amikor pont 4:20?
Oké. Hát... nem biztos, hogy ezzel jobb lesz. Még nincs physical damage-ünk. Annyi. Ezt másik slotba kellene tenni. A 28. a dél az jól hangzik. Az jó mindenkinek? Most így kérdezem a chatbe. Jaj. Mint ha early game-be lennénk. Annyira kevés a damage-ünk. 400. Mindjárt megpróbálok hackerni valamit. Ez így biztos nem jó. Hát plusz debics kéne valahogy, csak bold paperünk nincsen.
Hát ez a Charge Attack Up, az még jól hangzik. Bár second phase-be azzal sem megyek sokra. Ezzel az a baj, hogy megy le a HP-m tőle. Csapó meg a dombucán van a paperbolt, oké. Okay. Jól hangzik. Hát csak a physical attack marad. Hát esetleg még ezt megpróbáljuk, de ez, mert ugye ez beast. De ez meg annyival több. Még 14%-kal lesz több a beast. Ez sokkal több. Ez meg még több. 22. Hát ja, na még ez van. Csak ez szedi folyamatosan a HP-t. És annyit meg nem ad pluszba, tehát most ilyen 14-jel több, hát az talán pár százalék nem éri meg. Ez ad mondjuk arként, csak leszedi a izét, a physical-t. Mondom, nincs jobb ötletem, az a helyzet. Valahogy ki kell táncolni. Second phase-be lehet, hogy türelmesemnek kéne lenni. Csak a biztos atakokat bevinni. Jobb ötletem nincsen. Thank you.
Hát igen, ez az a damage, ami... ami kell. Okay. Hát próbálkozunk. Ez a damage. Ez már használható. Nem tudok mit csinálni. Ez a Chart Hunter set, igen. Hozok még egy sört.
Itt is vagyok. Az első két fézzel nincs gond, az utolsóval valamikor... Amikor nagyon csapkod. Ott nem tudom most pontosan, hogy kéne, meg mind kéne. Szerintem az a baj, hogy túl közel vagyunk hozzá. Csak hát, hogy viszel be damage-et amúgy. Tehát... Vagy tényleg csak a biztosra menni, csak hát... Meg azért jó megölni ezt a nagy izéjét, mert mindig dob 6 healt. Tehát ez fixen. Ami mindig jó. Csapó keze alá berollolva. Hát... Az a baj, hogy annyira csapkod. Hát próbálkozhatunk. Eddig sima. És itt. Itt vannak gondok. Thank you.
És nem találom el, tehát... Kurva életfasz. Elsőre. Kaptam egy e-mailt. Lehet a From Software írt. Még weapon kéne. Ezt meg kéne csinálni. Azt tudom, hogy van egy weapon a kútban. Oda könnyen el tudunk jutni. Elköltjük a szólt. És el se tudjuk költeni, annyira kevés. Azt a kurva. Jó, semmi baj. Akkor csak egész egyszerűen elveszítjük, mert az a menő. Jó. Le kéne ugrani a kútba. Na, ott van egy fegyó. Se tudja, hogy merre van a kút.
Meg is van. Meg is van. És akkor ezzel megvan az összes. Ugye? Na mi van mi? És most megyünk innen a vérbe. Jó, és lezárjuk a DLC-t most már. Csak ebbe elköltjük a szót. Legalábbis azt hiszem most már le tudjuk zárni a DLC-t. Tudunk szintet lépni? Nem is emlékszem, mennyi szó kell. Very well, let me... Jó, nem baj. Na, itt van Kós. Ez maradt belőle. Nightmare Slain. Ah, sweet child of Kos, returned to the ocean. A bottomless curse, a bottomless sea, accepting of all that there is. Can be. És fizetett egy insightot, vagy hármat. Na, hát akkor ez volt az Old Hunters DLC. Menő volt. Full kimaxoltuk, de teljesen. Minden boss, minden item, minden, amit csak lehet. Hát maradjunk annyiba, hogy hát remek volt.